augusztus elején kezdtük a felkészülést, első cél az volt, hogy sikeresen vegyük a selejtezőt. Szerencsére ez megvolt, úgyhogy így nyugodtan tudtunk készülni, hiszen az előző hétvégén pihenősek voltunk, nem volt mérkőzésünk, úgyhogy próbáltunk először is frissek lenni, hiszen 3 nap alatt 4 mérkőzést kell majd játszani, illetve megpróbáltunk felkészülni arra, hogy minél nagyobb tempóban tudjunk kosárlabdázni, hiszen nemzetközi mérkőzéseket fogunk játszani, ahol azért a tempó, a sebesség, a dinamika, az erő a sokkal jobban dominál, mint a magyar bajnoki mérkőzéseken. Én a legfontosabb célunk az, hogy minél jobb mérkőzéseket játszunk. Szeretnénk mindenkit megszorongatni. Biztos lesz olyan csapat, aki jóval előrébb tart nálunk, hiszen lesz spanyol csapat, szlovén csapat, illetve a Rádgéber Akadémia, és ott lesz, aki ebben a korosztályban nagyon erős csapatnak számít, de elsősorban nem eredményességi célokat tűztünk ki, hanem saját magunkkal kell megküzdenünk, hogy minél jobban tudjunk kosárlabdázni, minél fegyelmezettebbek legyünk, és úgy gondolom, hogy azért szeretnénk legalább egy győzelmet begyűjteni. Megpróbálunk mindent tőlünk telhetőt megtenni, és ugye mivel erősebbek akár, vagy fizikailag jobbak ezek a csapatok, de megpróbálunk fölényben tartani a mérkőzést, és győzelemhez juttatni a csapatot. Nagyon jó felkészülés ez a mérkőzésekre, a bajnokságra, mert ugye itt akár nagyon sokat fejlődhetünk, és tanulhatunk a külföldi csapatoktól.